Mandalori harmadik évadzáróját megelőző epizódjában felbukkant egy Árnyéktanács nevű szervezet, mely titokban a birodalom megmaradt erőit boronálta egy kalap alá egy közös fórum keretei között. De kik is voltak jelen pontosan, és honnan származik ez az intézmény? Az Árnyéktanács első verziója csak vendég utóhatás trilógiájában bukkant fel először, közvetlenül a Jedi visszatér eseményeit követően. Ekkoriban Gallius Rax, pálpatin személyes kegyeltje és önjelölt utódja alapította meg a szervezetet abból a célból, hogy minden megmaradt birodalmi erő felett rendelkezhessen. Rax volt az is, aki a hírvívő droidok közreműködésével levezényelte a parás hadműveletet, melynek az volt a célja, hogy csak a leghűségesebb Palpatin parancsait hezitálás nélkül teljesítő egységek képezzék részét a megteremtendő új rendnek. Az árnyéktanács ezen iterációja viszont a galaktikus polgárháborút végleg eldöntő Jakui tában Gallius rex együtt odaveszett. Kizárólag Brandol Hux és Rend nagymoff maradtak életben, kiegészülve a csatából az ismeretlen területekre menekülő utolsó megmaradt birodalmi erők új vezetőjével, Ray Sloan admirálissal. A mandalóri alapján ezeknek az erőknek egy része rejtve maradt és titokban építkezik, még mások akár az új köztársasági erőkön is rajta ütnek, hogy készleteket és felszereléseket zsákmányoljanak. Ezen felül számos ponton az új kormányzatba is beszivárogtak, ahogy láthattuk ezt többek között Elia Kane hadnagy révén is. Később egészen a szenátus szintjéig is eljutnak majd ezek a beépített emberek, ők alkotják majd a centristák frakcióját, miközben titokban az épülő első törekvéseit támogatják. Az új epizódból bizonyosságot nyert, hogy az árnyék tanács a gyakúj csatát követően újra összeállt a birodalom visszatérésének összehangolása véget. Az intézmény új változatában ismételten helyet kapott Brandon Hux, a záró trilógiában látott Armitage Hux édesapja, aki az első rend ramoztagos programjának megalkotásában játszott kulcs szerepet. Gideonnál való párbeszédéből úgy tűnik, ekkoriban még egy új klónhadsereg létrehozásában gondolkodik, mely minden bizonyja meghiúsul majd, ezért folyamodnak majd a gyermekrablós módszerhez, melyet a filmekből is ismerünk. Felbukka még a tanácsban végre Gilad Pellion karaktere is, aki kulcsfontosságú szereplő volt a legendák klasszikus trón később pedig a birodalom vezetője is lett a régi idővonalon. A kánonban először a rebels fináliában hangzott el a neve, éppen Trónsájából, de az első kánon Thrawn trilógia utolsó könyvében az árulásban is szerepelt. Mozgóképpen viszont most láthattuk őt először. A stáblista csak Hacksot és Pelliant nevezte meg a tanács tagjai közül, a többiekre csak hadurakként hivatkozott. Az egyik figura ugyanakkor kisi rend nagy moffra emlékeztet, aki szintén az eredeti árnyéktanács túlélői közé tartozott, így lenne benne ráció, hogy ő legyen az. Érdekes kérdés lehet az is, hogy vajon Ray Sloan ekkoriban milyen szerepet tölt be, ha még él, és amennyiben igen, akkor részét képezi a tanácsnak, vagy esetleg fölötte áll valamilyen módon. A tanács dinamikája is nagyon érdekes volt. Pelion egyértelműen a türelem stratégiát hirdeti, hogy nem szabad túl korán felfedniük valódi erejüket, mert ha bár az új köztársaság is sebezhető, ők sem elég erősek még. Erőik tényleges újjászervezéséhez szükség van Thrawn főadmirális visszatérésére, aki viszont valami miatt egyelőre késlekedik. A nagy átfogó terv, amit a tanács végre kíván hajtani, a Project Necromancer névre hallgat, ami szerintem egyértelműen Pápatin visszatérésével kapcsolatos. Ezt alátámasztja az is, hogy mikor Gideon Thront és pellion próbálja aláaknázni, és azt mondja, itt az ideje új vezetőség felé nézni, akkor Hux azt feleli, a Project Necromancer szolgálja ezt a célt. Eredetileg valószínűleg ehhez volt szükség Rogura és Pershingre is, Gideon viszont látszólag meg akarja akadályozni ennek a programnak a sikerét, és saját maga akar az újrend élére állni. A neváron Pershing kutatását is saját céljaira használta fel, az eddig látottak, illetve hallottak alapján egy szuper akar létrehozni, melyben erőhasználó klónok lennének beszkár páncélban. Ezen kísérletek eredményeit láthattuk a második évadban a tartályokban, illetve ebben az epizódban is, mielőtt a MOF belépett volna a tanácsterembe. Pershinget is ezért kellett kivonni a forgalomból, hogy azt mondhassa, elfogta az új köztársaság és kutatási eredményei egyelőre elvesztek. Saját törekvéseit viszont minél hamarabb meg kell valósítania, még mielőtt Trón visszatérne. Az viszont egyértelmű, hogy a Mandalóra tanács többi tagjának is rendkívül fontos, hiszen mikor szóba került annak a lehetősége, hogy a mandalóriak visszafoglalják otthonukat, azonnal megadták Gideonnek a kért támogatást. Valószínűleg ennek is a Beszkárhoz lehet köze. Összességében tehát az árnyék tanács remekül ötvezi az új kánon és a legendák egyes elemeit. Egyszerre vetíti előre és ad hátteret az záró trilógia számos történetelemének, miközben megágy az a klasszikus drón -trilógia történetének új formában való megfilmesítésének is, ezzel kiszolgálva a régi és az új rajongókat egyaránt. Rendkívül ígéretes történeteknek nézünk elébe, de előbb lássuk, mit hoz az évadzáró jövő héten.